Hardigán Klaudia vagyok, és HR-esként dolgozom a DM-nél, emellett pedig tánctanár vagyok itt Martonvásáron. Gyerekkorom óta része az életemnek a sport és a mozgás, de igazán a táncban találtam meg így önmagamat. Kezdetben jazzballettoztam, majd pedig hosszú éveken át néptáncoltam, és utána jött a latin tánc az életemben. És idén most már harmadik éve, hogy Südi Ringó tánstúdióján belül a Martonvásári gyermek és felnőtt csoportokat tanítom. Nehéz megfogalmazni, hogy mit jelent számomra a tánc, de talán az örömöt, a felszabadultságot és egy nagy adag adrenalin töltetet, mert mikor meghallok egy zenét, és a kislábujjamtól a fejemig azt érzem, hogy erre kell valami koreográfiát csinálni, na akkor arra érdemes, és arra csinálok is. HR-es munkámban is, és a tánctanításban is tudom használni azokat a készségeket, amikre a tánc és a sport tanított meg, legyen az egy kitartás, alázat, vagy csapatban való együttműködés. Tehát a HR-es szakmában is csapatban dolgozunk, emberekkel kell foglalkoznom, emberekkel vagyok nap, mint nap a gyerekek és a felnőttek társaságában is itt a táncteremben, úgyhogy ez a kettő így teljesen jól harmóniában tud lenni. Nagyon érdekes, hogy táncot oktatni picit olyan, mint másik oldalról szemlélni ezt a táncos életet. Mert eddig izgultál azon, hogy amit hetekig, hónapokig gyakoroltál, úgy tud előadni, ahogy azt a próbateremben lepróbáltad, jól át tud adni a közönségnek, meg tud valósítani a legjobban a lépéseket, és tényleg élvezze a közönség, és közben te is nyilván. És mikor tánctanár lettem, így átfordult a másik oldalra, itt már nem csak a megvalósítás, ami hozzátartozik, hanem a nulladik kőtől kezdve minden, tehát a zeneválasztáson át, a lépéskombinációk összeállítása, milyen legyen a térforma, megálmodni azt a fejemben, hogy hogyan nézne az ki legjobban a színpadon. Szóval egy teljesen más világ, és ezen keresztül teljesen jól meg tudom élni így a kreativitásomat. Számomra a testi-lelki jólét azt jelenti, hogy mind a HR-es munkámban, mind pedig a tánctanári munkámban ki tudok teljesedni. Tehát a tánctanári munkában könnyű úgy, hogy fizikailag táncolunk, tehát egy fizikai, testi jólét van, míg a HR-esben nagyon ugye szellemi tevékenységek vannak, és ez a szellemi kontra fizikai, ez teljesen jól összhangban van így a két tevékenységben.